a gazdi takarítani fog, képzeljétek el, és én utálom, amikor takarít, mert én nem szeretem a tisztaságot, én a rendetlenséget szeretem, viszont én leszek a kommentár, és végig fogjuk mutatni, hogy a gazdi hogyan takarít, és én fogom véleményezni, mert hát én vagyok a kis főnök, és azért nekem mindenről van a véleményem, Úgyhogy ebben a videóban ezt fogjátok látni, jó szórakozás. Kívánok a kazdinak pedig jó munkát, nagy itt forognak is, puszi, léte is csatornatag, és használd ki az ezzel járó előnyöket. Használd az egyedi jelvényeket és hangulatjeleket, amit senki más nem tud. Értesülj a legújabb fejleményekről és izgalmakról először. Nézd meg az esti videót már reggel. Ha te is szeretnél tag lenni, akkor a leírásban találod a csatlakozási linket. Ha pedig nincs lehetőséged tagnak lenni, akkor a videó megtekintésével, kommenteléssel, lájkolással, hozzászólással és a videó megosztásával tudod segíteni a csatornának a további fejlődését. Köszönjük! Egy jó takarítás általában a reggelivel indul, úgyhogy én el is kértem a gazditól a finom konzervet, Természetesen én mindig kiszoktam válogatni, nehogy már csak a vizet tegyem, mert tudjátok, a szárazat, az biztos nem. Aztán én beütem ide az ágyba, és ezt először meg fogja csinálni a gazdi, hogy szép rend legyen. Természetesen ehhez nekem is mindig van egy-két szavam, mert én nem szeretem, hogyha ha meg van csinálva az ágy, sokkal jobb, amikor összevisszem a minden. Látjátok, még verekedek is nem szoktam hagyni, hogy ezt meg csinálja. Rám is dobta ezt a fehér vackot, aztán utána Angry Bird és és véletlen lepottyant. Mindig ez történik, és én olyan mérges vagyok, hogyha ez lesik, ezt nem hiszem, mert utána képzeljtek -e, még az ablakot is kinyitotta. Ez a nőszemély beengedi a hideget, amikor tudja, hogy én egy fázós kutya vagyok, és beengedi a hideget, ezt nem hiszem, mert Ezután letörülget mindent. Hát nem tudom ennek mi értelme van, azt mondta, hogy tiszta szőr. Hát, szerintem nem is igaz. lennek lenne kutyaszőr, amikor nekem aztán nem kutyaszőröm van, hanem tacs kocsillámok. Azokat pedig egyesével kéne gyűjteni, mert nagyon sokat érnek. Ezért nincsen pénz a gazdinak, mert mindig kidobja a kutyacsillámokat. Pedig ha tárulna, akkor jó lenne. Már közben pedig majdnem le is maradtam, hogy sokat beszélek. Hát ez a nő kivitte a virágukat, pedig még nagyon hideg van kint, a csodálkozik, hogy elfagynak. És utána meg majd megint siránkozni fog, hogy jó, hogy mentek a virágaim, megint benni kell újat, szerencsétlen virágok. Ezek még nem tudják, hogy hova kerülnek, Hát engem is kitettek a virágukkal együtt, és én is itt fogok megfajni. A napsütés az csak egy látszag, mert különben nincsen ami jó idő, aztán utána itt elkezdte válogatni a szoknikat, és nem értette, hogy miért nincsen mindegyiknek párja, de hát én elmondom nektek, hogy azért nem volt, mert én elloptam, utána, hogy letörülgetek mindent, aztán összeválogatta a mosnivalót, és ebbe a mosógépbe bedobta. Szerencsére nem engem dobott be, pedig már azt mondta, hogy lassan aktuális lesz megint egy kutyafűdetés. Hát, én nem szeretek fűdeni, úgyhogy mondtam is neki, hogy dehogy lesz aktuális. Mert én szeretek büdirányni, büdös Merlin. Ti a büdös Merlint, elég jó dolog. Ezután pedig a konyha következett. Azt mondta a gazdi, hogy itt van a legnagyobb rendetlenség, pedig nem is értem, hogy miért pont itt, ahol a finom kaják vannak. Hát én ide jöttem hát, hogyha valami lepocsanó falat jön, de nem jött semmi, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor kanapíró fogom figyelni, majd utána, de azért még mentem egy költ. Tudjátok, voltak azok a bugarak, amik bejöttek a listel, Hát most már azok szerencsére elmúltak, úgy, hogy a gazdi visszapakult a szekrénybe. Feltöltötte a kávét, persze az ő kávéját feltölti, az én kávémat meg soha nem tölti fel. Na jó van, egyébként azért van egy-két jutalomfalatom, azt mondta, hogy ilyen szép rend lett, és milyen büszke magára, hát én nem tudom, azért én ott még látok egy kis korszt, Majd szólok neki, hogy azt ott kifelejtettem. Ha a legdurvább az mindig a nappali, mert itt száradnak a ruhák, itt vannak a fonalak, hát elkezdte ezeket a fonalakat válogatni, ahelyett, hogy engem simogatna, aztán utána még a játékaimat is összepakulta, de arra nem gondolt, hogy utána, amikor elment, én mindent kiszedtem. Hát, ja, szoktam ilyet csinálni. Na nézzétek meg, egész jó lett a rend. De jó nézzétek meg, mert ez nem szokott sokáig tartani. Hát ez mindent letörőget és utána megöntözte ezeket a szerencsétlen növényeket. Hát ezek se túl sűrűn kapnak vizet, és utána hozta ezt az utálatos porszivót, Na ezt, ezt utána legjobban, és minden héten előszedi, hogy az összes kutya csillámot begyűjtse ez a gonosz masina. Nem is értem, hogy ez miért jó, és mindenhová beviszi. Az összes sarkot kiporszívozza, meg a szőnyegeket is, és még a hálószobába is bevitte. Hát én nem tudom, a következő rossz dolog, ami megtörténhet egy ilyen takarítás során, az az, hogy ebbe a piros vödölbe vizettőt, belerak valami illatos cuccot, és ezzel jól össze mindent. Hát ennek sincs sok ételme, tiszta víz lesz minden. És utána azt szokta mondani, hogy ne járd össze Merlin. Nézzétek meg, nem fog elmenni. Ide már nem fogod behozni ezt a vacskot. Biztos, hogy nem. Utána még a játékaim meg az ágyam közelébe is bevitte, és azt mondta, hogy ne menjek oda. De én továbbra is ott fogok állni a konyhába, és nem fog elmenni néd. Biztos, hogy nem. Mindent összetakarít utána a fürdőszobába is bement, Hát ezzel a spritz letörülgeti, nem is értem, ott is még talált kutyacsillámokat, pedig aztán a fürdőkádba én nem szeretek gyakran menni. Mégis odaszálltak ezek a csillámok, hátja. Na, végeztünk a takarítással, ezután jöhet a jó megérdemelt jutalófalatom, mert én nagyon sokat dolgoztam most, nagyon fárasztó dolog az itt felügyelni, és megengedtem neki, hogy így jön egy kávét, és ő is egy kicsit leüljön, és azt mondta, hogy vigyük ki az RT-re, mert most már elég jó idő van, és egy kicsit ki tudunk menni, persze a fejemben nem tudtam kinyomni ezt a szúnyoghálót, de a gazdi segített. Hát, elég jó idő van tényleg, de azért még nem tacskó nyár, ezután pedig összecsomagoltuk a figurákat, tudjátok, amiket meg lehetett tőlünk venni, ilyen sokat megvettetek, úgyhogy ezután már lehet venni az állatoknak valamit. Tudjátok, állatokat szoktunk támogatni vele. Aztán én, ameddig a gazdi postára ment, addig pihentem egy kicsit. Utána hazajött, és még az volt a dolog, hogy velem játszani kell. Mert ez a játékidő soha nem maradhat ki, én ezt nagyon szeretem, mindent megcsinálok, ezért a labdáért. Természetesen úgy hozom vissza, hogy nem szeretem, hogyha a gazdi elveszi tőlem, aztán utána ott látott valamit, hú, psz, ez mi? Á, hát ez az envi jött le, de inkább megeszem, ne is lásd. De nem, á, ez nem szándékos volt, szíjjel esett. Néha előfordul, nem? Nem tettek róla. Megesik az ilyen, de hát attól én még nagyon szeretem azt az Angry Aztán utána hoztam egy másik islabdát, és ezt is el kellett dobni. Persze azóta lényeg, hogy a levegőbe elkapjam, de sajnos ez nem mindig sikerült, de képzeljétek el, hogy egyszer igen, de hát az lehet, hogy pont nincs meg videón, hát ez van. Na mindegy, a videó végéhez is éltünk. Köszönöm, hogyha itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor gyorsan iratkozzatok fel, nyomjátok meg a kis csengőt, és osszátok meg ezt a videót, hogy minél többen láthassák. Én pedig még fogok egy kicsit játszani, utána meg elmegyek haludni. Na legyen szép napotok, na cső!